Lelkesen edzenek a gyerekek az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnok C pályáján. A legtöbben közülük profi hokisok szeretnének lenni, ehhez természetesen rengeteg munkára és kitartásra lesz szükségük. Elkötelezettségből azonban nincs hiány, a kemény munka és kitartás pedig gyümölcsöző lehet. A gyerekek közül négyet az idén hatodik alkalommal megrendezett Ocskai Bálon is díjaztak, teljesítményük és szorgalmuk elismeréseként. Díjaztuk az akadémiának a legügyesebb, legjobban tanuló játékosait, ez idén sem volt másként, annyi változott, hogy idén egy ösztöndíj programot indítottunk el, illetve már a tavalyi évben is, amiből sportfelszerelést tudtak a gyerekek vásárolni. Mindemellett ugye a másik célunk az, hogy a Fejér megyei gyermekotthonokat támogassuk, úgyhogy az idei volt azt gondolom a legnagyobb sikerű, és nagyon örülünk neki, hogy a Martonvásári gyermekotthonban azóta már el is tudtuk juttatni különben az emeletes ágyakat, illetve még további dolgokat is veszünk a befolyt adományokból. A díjazott gyerekek kiválasztásában az U12-es csapat edzőinek is jelentős szerepük volt. Sofron Ádám, az ifjabb Ocskai Gábor Jégkorong Akadémia edzője elmondta, hogy a gyerekek nagyon sokat edzenek, rengeteg tornán és mérkőzésen vesznek részt, ahol kiemelkedőt nyújtanak, de van még egy szempont, ami talán még az előbbieknél is fontosabb. A tanulmány eredményük nagyon megfelelő volt, ugye meg is van adva, hogy 4,5 fölött kell legyen az átlag, szóval abszolút megérdemlik. Próbáljuk motiválni is külön őket erre, hogy a tanulás nagyon fontos a jégkorong mellett is, sőt, még ebben a korban még abszolút fontosabb is, mint a sport. Az akadémia díjazottjai az idei évben Kerényi Dániel, Vinicai Zsombor, Sábián Kristóf és Bálint István lettek. Sokat járok edzésre, mindent beleteszek a jégkorongba, és nekem az az első, mikor hazamegyek, akkor is csak a jégkorongba jár az eszem, mindig kimegyek lőni, nem telefonozok olyan sokat, szóval igazából ennyi. Egy másik díjazott, Sábián Kristóf azt is elárulta, hogy milyen felszerelésre költötte a díjazással járó 50 ezer forintot. Már vettem belőle egy kocsiját, és erre költöttem. A gyerekek elsősorban profi jégkorongozók szeretnének lenni, céljaik eléréséhez pedig mindenképpen plusz motivációt jelenthetnek a sport és tanulmányi teljesítményük megbecsülésére szolgáló elismerések.